Rengeteg sikerélményt szerezhetnek a feltörekvő ifjoncok, ha oly módon kerülnek pástra, hogy a fiatalok a nagyobbakkal ütköznek. Ez a ritka felállás nem sokszor adatik meg, ugyanis legtöbbször korosztályokra bontva mérettetnek meg egymással a sportolók. Vív mindenki mindenkivel, tehát a pici a naggyal. Ilyen nem szokott előfordulni, most ez azért van, hogy a pici megszokja, aki most ismerkedik jufa egy éve a karddal, még a nagy hozzáképest profi, hogy hát nem nézzük a másikat, és arra várunk, hogy történjen valami, mert a másik a nagy neki megy, és bizony megvágja. Tehát megszokja azt, hogy az élet kegyetlen, és kicsi nagy nem számít, a kard egyforma méretű, és akkor megvágják egymást. Tehát arról van szó, hogy a pici is vív a nagyja, tehát lesz egy sikerélménye is. Sánta Fanni már 9 éve jár vívni, és nagyon szereti a táborok hangulatát, hiszen jól összekovácsolja a csapatot, a közös edzés. Sokat erősítenek és készülnek a versenyszezonra, de a kisebbeket is segítik, és a szórakozás sem marad el. Főként erősítünk, hogy a versenyszezonra legyen állóképességünk, meg azért játszunk, szórakozunk kicsit a picikkel, mert nekik azért az még kell. Meg hát vívni is szoktunk, mivel hát vívótában. Ez az egy hét nagyon jó alapot ad a kis és nagy vívóknak ahhoz, hogy felfrissülten induljanak neki a következő szezonnak, amit már nagyon izgatottan várnak a fiatalok.